Egyre több külföldön élő magyar szeretne hazaköltözni, főleg azok, akik több évtizede elhagyták az országot, idősebb korukban viszont Magyarországon szeretnének élni. Ukrajnából is sokan érdeklődnek a megyei ingatlanirodákban, elsősorban befektetési céllal, készpénzért vásárolnak lakást vagy házat. Az év első harmadában lényegesen megemelkedtek az ingatlanárak, nem csak a fővárosban, hanem a vidéki településeken is. Jelenleg egy panellakás négyzetméter ára 160 és 200 ezer forint között van, a családi házak átlagosan pedig legalább 17 millió forintba kerülnek. Sok esetben külföldi érdeklődők is megkeresik az ingatlanirodákat. Főként ukrán állampolgárok vásároltak, ők általában készpénzzel kisebb értékű ingatlant, és itt nem volt probléma az, hogy nem Nyíregyházán, hanem Nyíregyházán kívül, tehát egy ilyen 20-25 kilométeres körzetébe. És egyre több, ami hozzánk is ilyen ingatlan érkezik, mert egyre többen keresik a vidéki ingatlant, nem csak külföldiek, hanem természetesen olyanok is, akik mondjuk Nyíregyházán, abból az önálló családi házból 10-12 millióért nem találnak, vidéken viszont ebben az árkategóriában már sokkal jobb felszereltségű ingatlanokat lehet találni. Országos átlagban a külföldi vevők 36%-a volt kínai az év első hónapjában. Számukra a legkedveltebb település Hajdúszoboszló volt az észak-alföldi régióban, derül ki az egyik ingatlaniroda felméréséből. De egyre több külföldi nyílő magyar szeretne hazaköltözni. Vannak olyan érdeklődőink is mostanában, akik már régebben kitelepültek külföldre, Angliába, Kanadába, Írországba, de egy 25-30 éve, és most elérték a nyugdíjkorhatárt, szeretnének visszatelepülni, mert az ott megkeresett pénzből itt tudnak jobb minőségi ingatlant vásárolni, és itt szeretnék a nyugdíjas éveik. Ezek az érdeklődők főleg Nyíregyházán és a megyeszékhely 5-10 kilométeres körzetében keresnek ingatlant. Korábban elvétve volt külföldön élő magyar érdeklődő, az elmúlt időszakban viszont hetente legalább 1-2 megkeresés érkezik az általunk megkérdezett irodába. A bejátszásból az derült ki, hogy nagyon kényelmes és jó dolog mostanság ingatlan értékesítéssel foglalkozni, mert hogy mennek föl az árak. Hogy valóban így van-e, erről beszélgetek Hucman Melinda ingatlan közvetítővel. Jó estét, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét, köszönöm szépen. Mit tapasztalnak tényleg? Egyre többen keresnek mostanság ingatlan Nyíregyházán és a megyében? Igen, valóban élénkült az ingatlanpiac. 4 éve foglalkozom ingatlan értékesítéssel az egyik országos cégnél. Elmondhatjuk, hogy 4 éve nem volt ilyen élénk a piac, mint ami most. Ez részben a keresleti kedv növekedésének tekinthető, és a csók otthonteremtési kedvezmény is érezteti a hatását. Nagyon sokan szeretnék igénybe venni és újépítési ingatlant vásárolni Nyíregyházán és környékén is. Azt hallottam, hogy a új ingatlanok, tehát a csokkal érintett új ingatlanoknál már a tervezőasztalon kész házak is elkelnek, nem kell, hogy a vevő lássa is azt, hogy ez valóban fel fog épülni. Ennyire nagy a kereslet mostanság? Igen, mivel az utóbbi években nem épültek Nyíregyházán olyan ingatlanok, melyek a csok számára igénybe vehetőek. Szóval abszolút leállt a társasházas építkezés, nem épültek újépítésű családi házak, és az építőipar is egy picit pangott. Hát nem picit, soha nem volt még ilyen mélyen, amióta én emlékszem. És azok a építetők, kivitelezők, akik ezzel foglalkoztak, eltűntek a piacról. És jött egy viszonylag nagy igény, mindenki szeretne újépítési családi házba költözni, és egyszerűen nem tudunk nekik mit adni. Elkezdődött néhány társasház építés az elmúlt pár hónapban, de ezek 100%-ban már, ahogy mondta, papírról elkeltek. Amúgy lehet azt mondani, hogy mondjuk Nyíregyházán, hogyha Nyíregyházát vesszük csak első körben, hogy melyek azok a területek, ahol a jobban fölmentek az árak, tehát vannak olyan városrészek, ahol mondjuk magasabbak a négyzetméter árak, míg más városrészekben alacsonyabbak, és nyilván mindenki olyat választ magának, amilyen pénzügyi lehetőségei vannak. Hát inkább azt mondanám, hogy mindegy, hogy hol, csak legyen. Szóval nagyon kevés az, ami új építésű, és elsősorban ez iránt nagy a kereslet. A befektetők is olyan szemmel választanak már területet, ahol elkezdenek építkezni, melyet alkalmasnak találnak arra, hogy értékesíteni is tudják, belváros közeli, csendesebb helyen lévő társasházas telkek. Ha családi házról beszélünk, akkor elsősorban orosz, amit kedvelnek a
vásárlók és a befektetők is, de hogyha ezek az ingatlanok a város bármelyik részén épülnének meg, ugyanolyan hatékonysággal értékesítésre kerülnének. Említette, hogy egy országos hálózatnak dolgozik, nyilván van valami információja a megyei árakról és a megyei dolgokról is. Van még a megyében Nyíregyházán túl olyan város, ahol hasonlóképpen megnőtt a kereslet? Mindenhol. Annyit viszont kiemelnék, hogy mi országosan 122 irodával dolgozunk együtt, és Nyíregyháza a 122 iroda közül stabilan a 7. helyet tartja, ami úgy gondolom, hogy a nyíregyházi ingatlan árakat, az ingatlan tranzakciókat figyelembe véve, négyzetméter árakat hozzáadva, az egy nagyon szép eredmény, és azt mutatja, hogy van ingatlan piac Nyíregyházán is, nem csak a pesti és dunántúli városok veszik ki ebből a tortából a saját szeletüket, hanem mi is nagyon szépen hozzáférünk ehhez a kis tortához. A bejátszásban azt is állítottuk, hogy külföldiek keresnek ingatlanokat Nyíregyházán. Ezt mondjuk mennyire veszik észre? Fiatalok azok, akik érdeklődés szintjén megjelentek. Ugye azt is el kell mondani, hogy azért a január-februári időszak még nagyrészt csak tájékozódás, tapogatózás szintjén ment. Csak hogy fognak épülni új építésű házak, hol, milyen lehetőségek. Ugye a számtalan kérdés még nem volt letisztázva, hogy ki milyen feltétellel vehet igénybe az új kedvezményt. Ezek most már letisztultak. Úgy gondolom, hogy erre is vártak a külföldön élő fiatalok, és külföldön élő magyar fiatalok. Magyar fiatalok, és most már nem csak befektetési céllal szeretnének ingatlant vásárolni, hanem többen családi házban gondolkoznak, akik mert azért vásárolnak, hogy haza költözzenek. Érdekes, hogy nem gondoltam volna csaknak ilyen hatása, és majd így lehet hazacsábítani fiatal magyar családokat külföldről. Nem tudom, mennyire függ össze, mert ők nem feltétlenül a családi otthonteremtési kedvezményt kihasználva térnének haza, hanem használt lakás vásárlásában, használt családi ház vásárlásában gondolkodnak. Uh-huh. Ugye azt is olvasni, hogy a paneleknek az ára megy fölfelé, ez nyilván nem a csok miatt van, meg nem ez az oka. Mi más oka van, lehet? Későbbiekben lehet erre kihatása is a csoknak, mivel akik családi házat fognak vásárolni, vagy nagyobb újépítésű társasházi lakásba fognak költözni, most is élnek valahol. Elsősorban az a középosztály, aki panellakásokban él, el fogja adni az ingatlant, mivel önerővel rendelkezni kell a csokhoz. De a panelárak növekedése az egy korábbi egy évvel ezelőtti időszakra vezethető vissza. Akkor ugrott meg lényegesen milliós nagyságrenddel a panellakások ára, mert nagyon sok befektető keresett 6 millió forint értékű lakásokat tavalyi év azonos időszakában. Mi volt ennek az oka? Voltak különböző broker botrányok, kettő bank is, amikor nem... Crestorról lehet Crestor, tudni, Budakes. Ugye ez 6 milliós nagyságrendű összegeket érintett. Az emberek, amikor újra a pénzükhöz jutottak, nem szívesen fektették hasonló megtakarításba. Legbiztosabb befektetés az ingatlan volt. 6 millió forint körüli ingatlanok. Tavaly Józsavárosban, Örökösföldön egy háromszobás lakására olyan 6,5-7 millió forint között volt egy alaplakás, amit még felújítani kellett. Most sehol nem tudnánk 6 millió forintért lassan garzon lakást adni Nyíregyházán, mert a tulajdonosok egyből reagáltak erre a piaci helyzetre. Megnőtt a befektetők száma. Volt úgy, hogy egy hónap alatt 29 panellakást adtunk el. Szóval majdnem, hát több volt az eladott lakások száma, mint az egy hónapban a átlag munkanap. Nem gondoltam volna, hogy az értékpapírbotránynak ilyen kihatása is lehet. Eltűntek a 6 millió forint körüli lakások, és a tulajdonosok azonnal reagáltak és árat emeltek. Ez egy nagyon más, ez egy másik dolgot is magával hozott, megnőttek az albéletek árai. Nyíregyházán 45-50 ezer forintért már nagyon-nagyon nehéz albéletet találni. Na, sokáig tudnánk még beszélgetni, de az idő most lejárt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hát a szakértelmére a későbbiekben is számítunk, jöjjön máskor is. Köszönöm, hát nagyon szívesen. Köszönöm, hogy itt volt.